Vakító fény világította meg az eget Okoto szigete fölött, és tüzes sziklaként csapódott a földbe. A bölcs védelmező vezetésével a falu lakói egy lángoló krátert találtak, és lélegzet visszafojtva látták, hogy egy alak bontakozik ki a tűzből. Hol vagyok? Ki vagyok? A te neved Tahu, a tűzmestere. Hozzánk küldtek téged. Miről fecsegsz itt? Miért küldtek volna ide? A gonosz hatalma nő, te azért vagy itt, hogy legyőzd. Tahu a falu lakókra emelte a tekintetét. Még sok kérdése volt, nem tudta, hogy ki ő, és hogy mire képes. Én? Mit tudok én a gonosz elleni harcról? Megjövendelték, hogy egy nap a Thor, a hat hős küldetésre indul az arany állarcokért, hogy elsajátítsa azok mérhetetlen hatalmát. Honnan tudsz te... Rosszat mondtam volna. Nem, kaponyapókok közelednek feléd. Kételkedsz még a sorsodban, Tahu? Jöjj velem, nincs vesztegetni való időnk.